Koncerttel és kocintással hálálta meg Szekszárd megyei város önkormányzata a szekszárdi pedagógusoknak, hogy szívvel és lélekkel végzik munkájukat a mindennapok megpróbáltatásai ellenére is. Gyurkovics János a város alpolgármestere köszöntéjében kitért arra, mennyire fontos munkát is végeznek el azok, akik a jövő generációját nevelik. Elmúlt évek szokásait próbáljuk visszahozni, mert mindenki előtt ismeretes az elmúlt évek időszakában különböző olyan dolgok sújtották itt a rendezvények idejét, időpontjait is, hogy egyszerűen megrendezni sem volt rá lehetőség. Amikor viszont volt már lehetőség, elmaradt, és az idei évben úgy döntöttünk, hogy a pedagógus nap és az év végéhez közeledve kettős ünneplést szerveztünk. Berecki Zoltán koncertje volt a főszám, az énekes, dalszerző, producer egy félig meddig akusztikus produkciót adott elő, az évek alatt szerzett rutinja pedig csak hamar meg is törte a jeget, és ennek hatására a vendégek is kivették részüket az előadásból. Készüljünk rá, higgyetek rá, nem csak pedagógus napon van így befagyva még az elején a közönség, úgyhogy van egy-két lehetőség, például lehetsz-e a lábad? Az énekes családjában is meg annyi pedagógus van, épp ezért is fontos számára az a hivatás, és hogy ilyenkor kikapcsolódási lehetőséget tud biztosítani számukra. Semmiképpen nem azt tapasztalom, hogy azon a helyen kezelnék őket, akár fizetésben, akár megbecsülésben, társadalmi szinten, ahol a helyük lenne. Két gyerekem van, ugyanezt ez a probléma foglalkoztat, hogy kik foglalkoznak az én gyerekeimmel, úgyhogy hát sok-sok változás hiányzik ezen a területen is. A pedagógusok odaadó munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövő eredményes legyen, ehhez pedig fontos a megbecsülésük.